Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Nagy nehezen túl vagyunk a Xamarin kereszt platform telepítésén. Sikerült beüzemelnünk az SDK-t, az NDK-t és az emulátort. Most nézzük meg, hogy hogyan tudunk fejleszteni Visual Studio alól a Xamarin segítségével. Ennek a rövid videónak a témája az lesz, hogy nagyjából bemutassa egy Visual Studio-s projekt felépülését, hogy mit hol találunk. Igazándiból azoknak szól, akik már olvastak az Android fejlesztésről, tudják, hogy mik az Android specifikus fejlesztésnek az egyes részei, és ezt szeretném, hogy bemutatni, hogy hol lehet találni meg ezeket a funkciókat a Visual Studio-n belül. Először is a Xamarin telepítése után a projekteknél létrejön egy új projekt, tehát hozzunk létre egy új projektet, hát rutinos Visual Studio fejlesztőknek ez már nem okoz gondot, több milliószor hoztunk létre, vagy ezerszer új projektet. Itt a Visual C Sharp csomópont alatt látható, hogy megjelent az Android menüpont, és ha erre ráklikkelünk, akkor betölti középre az elérhető projekt típusokat. Most nem mennék végig az összes fajtán, ugye a legfontosabb és leggyakrabban használt az az Android Application projekt. Ezzel fogunk most dolgozni, de van egy Ice Cream Sandwich-hez beállított projekt, ugye itt van a Android Class Library, amit még gyakran használunk, de van egy OpenGL-es projekt is, ezt is majd reményeim szerint idővel meg fogjuk nézni. Most állítjunk be egy sima Android Application projektet, adjunk neki egy nevet, a neve legyen az, hogy Test Droid. Jó. Helyileg én most az asztalra fogom ezt létrehozni. Figyeljünk arra nagyon, hogy az elérési útvonalban ne legyen szó köz, mert megint csak hibákba futhatunk. Én sokszor nem is értettem, hogy miért nem hajlandó lefordítani a projektemet a stúdió, még eszembe nem jutott, hogy ellenőrizzem, hogy van-e szó köz az elérési útvonalban, és igen volt. Miután ezt kijavítottam, már is szépen minden fordul. Tehát azért erre figyeljünk oda, a solution name is legyen test droid. Oké, egy pici bűvészkedés után létre is fogja hozni ezt a projektet a Visual Studio. No, és ez a látvány az, amiért a Xamarinnal érdemes foglalkozni, mert itt a Visual Studio-ba, a fejlesztőkörnyezetek császárában dolgozhatunk, minden kényelmi funkciójával együtt. Ugye a központi ablak maga a kódszerkesztő, itt már el is helyezett a Xamarin pár olyan funkciót, amelyel egy Hello World szintű applikációt egyből létre tudunk hozni, tehát ez a teszt, vagy jobban mondva demo alkalmazás. Nézzük meg, hogy hogyan is épül föl maga a projekt. Ugye itt a jobb oldali Solution Explorer-be tehetjük ezt meg, a Properties nem mutatom be részletesebben, hiszen aki Visual Studio-ba dolgozik, az tudja, hogy mi mindent lehet itt állítani. Alatta van a References, ebből a lényeg nekünk a mono.android, ugye ő az, ami hozzácsatolja a rendszert az Androidhoz, és itt vannak a jól megszokott, nagyon produktív könyvtáraink, tehát nagy baj már nem lehet. Ami lényeg, az most jön, ugye itt az összes mappán belül, hogyha kibontjuk, akkor kapunk egy TXT állományt, amelyben szépen leírják az Android, tehát a Xamarin fejlesztői, hogy hogyan is kell elhelyezni a nyers erőforrás állományokat, amelyeket ugye az alkalmazásunkba beszeretnénk létrehozni. Ezzel is mondtam azt, hogy milyen állományokat kell itt elhelyezni, alapvetően a nyers, raw adatokat, képeket, videókat, fájlokat szoktuk itt elhelyezni. Célszerű elolvasni ezt az about.txt állományt, ahol szépen fölhívják a figyelmet arra, hogy ha ide behúzunk egy állományt, akkor ne felejtjük a Build Action-nek beállítani, hogy Android Assets, és ha ráklikkelek, ugye itt alul a Property Grid-nél lehet ezt a Build Action-t beállítani, ami itt most non, de hogyha egy valódi állományon lenne szó, akkor a Build Action-nek állítjuk be az, hogy Android Assets.
Jó, haladjunk tovább, jön a Resources folder, ebbe a következő almapákat láthatjuk, az első az a Drawable, ahova ugye a képeket és a rajzokat tudjuk elhelyezni, például PNG, JPG, GIF állományokat, ikonokat, vagy Drawable-t leíró XML-eket. Tehát ez egy nagyon fontos mappa. Itt van egyébként elhelyezve ugye az alkalmazásunknak a nyitó ikon képe is. Alatta található a layout mappa. Itt helyezzük el az activity felületét leíró layout XML állományokat. Van is benne egy, mégpedig a main XML. Az albetű azért van előtte, hogy ez egy Android XML állomány, hogy ne keverje össze a stúdió. Klikkeljünk rá, és bízunk abban, hogy betöltődik a vizuális editor, mert már a Xamarin 2.0 óta nem csak az XML kézirogatásával, hanem egy ilyen gyönyörű, szép vizuális szerkesztő felülettel is gazdagabbak lettünk. Ha a toolboxot kinyitjuk, akkor pedig láthatóak azok a UI elemek, amelyekből a mobil applikációnkat fel tudjuk építeni, tehát igazán kényelmes felületről van szó. Sok mindent meg fogunk majd nézni, amikor kisebb demo alkalmazásokat lefejlesztünk, de most csak ugye alapvetően arról van szó ebbe a videóban, hogy megmutassa mit, hol tudunk megtalálni. Nem csak design nézet van természetesen, hanem forrás nézet is. Sokszor egyébként ez a hasznosabb, hiszen kézzel szépen rendet tudunk vágni ugye az XML között. Alapvetően itt is layoutokkal dolgozunk, hogyha valaki ugye dolgozott WPF, Silverlight rendszerekkel, akkor ez a lineál layout körülbelül egy stack panelnek feleltethető meg, amelybe el van helyezve egy button, és szépen ez épül föl, ez itt szépen látható. Persze ezzel majd később még részletesebben foglalkozunk. Lehet nagyítani, kicsinyíteni, egy az egyes nézetre menni, és a többi. Lehet állítani azt, hogy portrét, vagy landscape legyen, tehát azt gondolom, hogy egy valóban hasznos eszközről van szó. Tehát a layout mappába helyezzük el az activity-ket leíró XML állományokat. Alatta található a values mappa, itt különböző értékek, szövegek, számok, színek, tömbök tárolására van lehetőség XML formátumba, ugye a strings.xml állományba szövegeket tárolunk el, ugye kulcsérték párokkal, itt a hello azonosítóval ellátott szöveget látjuk, amelynek a tartalma, hogy hello world, click me, tehát nincsen bedrótozva maga a szöveg az alkalmazásba, és ezt a mintát mi is követni fogjuk, így a values mappába kell elhelyezni az ilyen előforrás állományokat. Itt találunk az About Resources TXT állományba egy hosszabb leírást, hogy hogyan lehet kustomizálni a Resources mappát, hogyan lehet létrehozni benne almappákat. Erről is majd még fogok később beszélni, és legalul pedig látható a resource.designer.c, amely alapvetően a jávás androidos fejlesztésben a nagy R.java állomány testesíti meg, azaz itt helyezi el azokat az egyedi azonosítókat a rendszer, amelyekkel el tudjuk érni a drawable-öket, a layoutokat és a stringeket. Tehát itt helyezi el az egyedi azonosítójukat. Itt egyelőre azt jegyezzük meg, hogy ezt nem szabad piszkálni, ezt az állományt a rendszer maga generálja. És legalul látható maga az activity1.c, amely ugye itt, mint a kódszerkesztőben már néztük, itt jelenik meg középen, ez írja le az első alkalmazásunknak a logikáját, majd ki fogjuk ezt elemezni.
Amit még kiemelnék, hogy természetesen, ha a projekten nyomunk egy jokliket, akkor bejön a Properties ablak, ahol szépen be lehet állítani a minimum Android célplatformot, aztán a célplatformot, tehát ugyanúgy, ahogyan az Eclipse-be tesszük, itt is be lehet állítani ezeket a dolgokat, különféle paramétereket. És a legfontosabb, hogyha valaki azt kérdezni, hogy hol találja meg az Android Manifest XML állományt, akkor azt tudom neki mondani, hogy itt alatta, ha ráklikkelünk, akkor itt szépen össze lehet állítani ezt a projekt leíró XML-t, Manifest állományt, mire is szolgál ez az állomány, itt a fontos információkat adhatunk meg az alkalmazásunkról, használati jogokat kérhetünk, minimum SDK verziót állíthatunk, activity szervizek, broadcastek, és ezeknek a nyilvántartását tehetjük meg. Tehát majd ide is el fogunk jönni, amikor odaérünk ebbe az oktató videóban. Alatt található a Mono Android Options, itt a fordítással kapcsolatos beállításokat tehetjük meg, és akkor utána jön a Build, amit már ugye megszoktunk, és a többi egyébként Visual Studio opciót tudjuk elérni. Ezen kívül még fontos megemlíteni, hogy a Tools Options menüjébe bemegyünk, a legalsó menüpontban jelenik meg maga a Xamarin rendszer, ugye a plugin, ami az egész Visual Studio-t fölkészíti az Androidos fejlesztésre. A legfontosabb az, hogy itt két zöld pipát lássunk, azaz helyesen legyen beállítva az Android SDK-nak a helye, meg az Android NDK-nak a helye. Ha itt valakinek esetleg egy piros X lenne, akkor egyszerűen javítja ki az elérési útvonalat, és akkor utána megjelenik a zöld pipa. Itt különféle attribútumokkal lehet ellátni még az emulátort, és ugye, hogy kapjunk-e értesítést a friss, stabil kiadásokról. A toolbarra is beköltözik ez a plugin. A legfontosabb, ugye a logolással kapcsolatos, még Android specifikus ablak, vagy hát bővítmény a Logcat, amit itt a Visual Studio-ban Android Device Logging néven találunk meg, erre az i betűre, hogyha klikkelünk, akkor szépen bejön a Logcat-nek a Visual Studio-s változata. Meg lehet adni, ahogy éppen milyen szintű logokat szeretnénk olvasni, vagy éppen lehet filterezni is, majd meg fogjuk nézni mindjárt, hogy ez hogyan működik. Mellette el lehet indítani az emulátort. El is indítunk most egy emulátort. Getölti. Egy videót fogok szentelni az emulátornak, és azt is megnézzük, hogy hogyan lehet ezt a gyári emulátort lecserélni, mert hát nem vagyunk igazán jó barátságban, ez azért kiderült szerintem már az első videónál is. Ki lehet kapcsolni, itt szépen töltődik közbe maga a emulátorunk. Az emulátor elindítása után nézzük meg még az utolsó nyomógombot. Itt, ha ráklikkelünk erre a három doboz ikonra, akkor szépen elindul az SDK Manager, tehát szépen innen is el lehet érni magát az SDK Manager-t a Visual Studio-ból. Hát alapvetően ezek lennének a legfontosabb változások a megszokott Visual Studio-s projektekhez képest. Ezek azok a funkciók, amelyeket a Xamarin pluginja hozzáad a rendszerhez. Most pedig nézzük meg, hogy hogyan tudjuk az első alkalmazásunkat fordítani és az emulátoron tesztelni. Hát nagyon egyszerű a dolgunk, nyomjuk meg ezt az zöld háromszöget, hogy start. Ugye debug módban vagyunk. Elindult maga a fordítás. Itt a felugró ablakban lehet kiválasztani a futó emulátor képeket. Itt most egyet indítottunk el, vagy ugyanitt fogjuk látni a valódi eszközöket is, amelyeken ugye tudunk tesztelni. Ha kiválasztottuk a megfelelőt, akkor oké. Ha esetleg
itt üres a lista, akkor innen is el lehet indítani az emulátor képet. Tehát, hogyha megvan a kiválasztott, akkor oké. Érdemes nézni az outputot, hogy mi a helyzet. Közben én beteszem ide az emulátort, és még behozzuk a log2-et is. Ha minden igaz, akkor itt majd történni fog valami, hogyha sikerül összerendezni az ablakokat. Igen, a log2-be is megjelentek a megszokott üzenetek, és ha feloldom a képernyőzárat, akkor már is láthatjuk a TestDroid alkalmazást. Hello World, Click Me nyomógombot, és ha megnyomjuk, akkor szépen elkezdi számolni a nyomógomb a klikkelések számát. Ez a Xamarin demo alkalmazása, ami véleményem szerint egyébként egészen fantasztikus, nagyon szépen magába van sűrítve a lényeg, mi is majd ezt fogjuk elemezni, megnézzük, hogy mi miért van és hogyan működik, mi a logikája. A stoppal befejezhetjük a debug módot, és akkor szépen itt lehet böngészgetni, aki akarja a különféle log2 hívásokat. Mi most ezzel nem foglalkozunk, majd később mi magunk is logolunk egy picikét. Zárásként annyit mondanék még el, hogy az első fordításkor valószínűleg sok idő fog eltelni, mi megjelenik az alkalmazásunk az emulátorban. Ennek az oka az, hogy a létrehozott kép fájlban lévő ugye virtuális eszközünkre nem csak a fordított alkalmazásunkat, hanem a mono runtime-ot is telepíteni fogja. Ez olykor a rendszer frissíti is, tehát azt lecseréli, tehát azért számolni kell azzal, hogy hébe-hóba azért ez a fordítás jóval hosszabb időbe fog tenni, de mint mondtam, ennek az az oka, hogy a mono runtime-ot telepíti a rendszer, vagy eltávolítja és újra frissítve telepíti az új változatot. Röviden, ezek a legfontosabb dolgok a Visual Studio-on belül, és ezen kívül még majd egy másik videóban a Xamarin Studio-val is meg fogunk ismerkedni.